szilvatermés, óvodai programok, hepatitis C szűrővizsgálat, egyre több a beteg gyerek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 2-án 18 óra 5 perckor. Mivel kevésbé kényesek, mint a többi gyümölcsfa, a szilvafák nagyszerűen termelhetők kiskertben is. Ráadásul sokféleképpen felhasználhatók a konyhában, persze csak ha nem fogynak el nyersen, mielőtt egyáltalán esélyük lenne eljutni az asztalig. Ézsiás Antal kertjében megtalálható a bódi, a Stanley, a zöldringló, a veres és az igazi lekvárnak való besztercei szilvafa is. Utóbbi kevésbé termett jól, de a többi igazán jó termést hozott. A családnak ebből lekvár is készül, de a termés egy része hordóba is kerül. Én a szilva terméssel nagyon meg vagyok elégedve. Nekem legalább 4 fajta szilván volt. A bódi, amelyik lényegében egy ilyen kerti hagyomány. Ezek jön a Stanley, akkor a zöldringló, és ez itt, amit látunk, ez a besztercei úgynevezett igazi lekvárnak való szilva. Hát mondjuk ez kevésbé termet jól, hiszen sok gondja van ennek a fajtának, de a többiekkel meg vagyok elégedve, főleg azzal, amelyik lehull, mint a veres szilva, mert amit nem akarunk ugye elrakni, vagy kimondottan ilyen lekvárszerűnek készíteni, annak nem árt, ha leesik a földre, és akkor úgy kerül a cefébe, de hát a bórit azt ugye szedni kell. A Stanleyt is ajánlatos szedni, mert az már még annál értékesebb. Másrészt az a gond, hogy a ringlószilva sem hajlandó lepottyani, tehát szedni kell, ezért úgy az a probléma, hogy elveszi az időt. Ez a szilva gyakorlatilag képes a fán megaszalódni, most is lehet látni, hogy nem potyan le, majd később esetleg, amikor már ugye darázs vagy esetleg a seregé, ha megpiszkálja, bántja, de nagyon kellemes és édes, és ez a legjobb lekvár alapanyag, amelyet lényegében nem kell cukrozni, édesíteni, és egy jó kemény állagú, tehát igazi kemény lekvárt lehet belőle készíteni. Sajnos ebből már csak ez az egy fán van, de arra elég, hogy egy kis konyhai lábosban vagy kis vazékban megcsináljuk a lekvárt mennyiséget. A család szereti a házi szilva lekvárt, a szilvás gombóc is mindig saját termésű szilvából készül nálunk, mert ez a kellemes, savanykás lekvár íz hiányzik a boltban vásárolt, gyorsfagyasztott szilvás gombócból. Magyarázza a szakember, aki a szilva termés egy részét két lányának is elviszi vidékre, de a szomszédoknak is ad belőle. Volt, amikor vettünk ilyen kész, derejeszerű valamit, vagy szilvás gombócot, ott már a szilva anyaga sem, nem beszélve arról a mesterkert ízesítő és az a fahéjazás, meg egyébek, amelyek úgy igazából nem vágtak be nálam, tehát megettem, de nem a jó ízűn ettem. Az a kellemes savanykás lekvár íz, az hiányzik abból az anyagból, amit nálunk itt megvan. Már most nem sok kerül a hordóba, hiszen elég sokat feldolgozott a feleségem. Másrészt meg akinek nincs, ugye gyerekeim, ugye vidéken, akkor mondani, mi vagyunk vidéken, ők vannak városban, és nekik is ugye Zuglóig visszük, vagy esetleg Ceglédig visszük, vagy a szomszédoknak, tehát én nagyon szívesen ajándékozom, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy én ezért akármennyi kis apró pénzt is kérjek, hogy elfogadjak. Tehát a termés egy része ilyen célra kerül, közvetlen érkezésre, felhasználásra. A kert különlegessége a mandula is, amely bár nem ennek a tájnak a növénye, de itt is terem. Bár a szakember elmondása szerint az itteni talajon nem érzi magát jól, de azért terem most mindhárom mandulafa is. A mandula se ennek a tájnak a növénye, talajigénye különleges, tehát a mezes talaj jobban szeretné, és a levegős talajt. Hát nem is fejlődik olyan intenzíven, tehát látszik, hogy nem igazán érzi jól magát. Itt ez a három fa gyakorlatilag azt jelenti, hogy van két termő és egy porzó fajta köztük. De a lényege nem is elsősorban az, hogy most ez a mandula mennyire szenved, mennyire nem, hanem a fán lehet látni sérült mandula szemeket. Lyukas a mandula, és ez nem fajta jelleg, és ez nem is most keletkezett, hanem a harkály nagy előszeretettel szedi ki a magot, és ez már akkor kivette, amikor még a mandula csak zsendült. Tehát a harkály
megtalálta, ismeri, és kiukasztotta, és képes lenne megenni mindent. Tudnélik, ha most ez nem lett volna letakarva, vagy madárvélő hádóval egy hónapig, egy huncut mandulla nem lenne. Tavaly már későn vettem észre, hát ugye nem járok én itt minden nap, vagy nem is figyeltem, hogy alig-alig tudtuk megkóstolni. Tehát nem hull le a fáról, bizonyos helyzetben, ha nem nézzük, akkor ott marad is lehet látni. Tehát a harkálynak egy kedvenc növénye. Az óvodai nevelés célja a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, szükségletek, képességek, motiváltság, eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Városunk óvodapedagógusai a magas szintű napi szakmai munkán túl rendezvényeket, programokat is szerveznek. Nagyon fontos, hogy a mindennapos tartalmi munkához egy magas szintű nevelési munkát valósítsunk meg. De kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel való kapcsolattartásra is. Ehhez olyan szabadidős programokat is biztosítunk, ami az óvodai fejlesztéseken is túlmutat, mondta Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője. A mindennapi tartalmas nevelő munkánk nagyon fontos, hogy egy folyamatos, nagyon magas szakmai színvonalon biztosított óvodai nevelést teremtsünk meg itt az óvodájainkba a gyerekek számára, de emellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás során olyan programokat és a gyermekek számára olyan szabadidős tevékenységeket is biztosítsunk a nevelési gyakorlatunk mellett, ami egy picikét más, ami egy picikét az óvodai fejlesztéseken túlmutat, amiben nagyon széleskörű kapcsolatainkat ápoljuk. A beszoktatási folyamatok után szeptember végén bekapcsolódtak az autómentes nap városi programjába is, majd játékos vetélkedők is lesznek. Október kezdetén, október első hetében kerül megszervezésre a Kejfej Jancsi ügyességi vetélkedőnk, amelyet a Városi Sportcsarnokban szervezünk már hosszú évek óta. Ez is a szülőkkel közösen szervezett közös mozgástevékenység, játékos, nem is annyira a vetélkedés, hanem inkább a közös együttes játék öröméért szervezzük ezeket a programokat. Minden óvodában tartanak szüreti délutánt és játékos délutánt a szülőkkel, és megtartják az új óvisok befogadó napját is. Az óvodáinkban ugye az őszi időszaknak jeles ünnepei, a néphagyományápolás is előtérbe kerül elsődleges, így sor kerül szüretekre az óvodákba, sor kerül olyan köszöntésekre, ami az új kisgyermekek köszöntése, szinte valamennyi óvodánkban van egy-egy ilyen szakmai délután, szakmai program együtt a szülőkkel közösen, amikor valóban itt vannak a gyerekek, és befogadjuk őket, és együtt vagyunk velük, együtt a új picik, akik már beszoktak az óviba, a szülőkkel együtt, a nagyobb gyerekekkel, olyan kis játékos közös programokon keresztül, vagy akár egy-egy dalos tevékenység bemutatásán keresztül, ami már azt mutatja, hogy bizony ők már az óvodánk közösségének a tagjai, és ez egy nagyon nagy közös örömteli együttlét ilyenkor az év kezdetén. Aztán utána pedig majd folytatódnak azokkal az ünnepekkel, alkalmakkal, amelyeket hagyományosan intézmény szinten szervezünk, rendezünk meg, vagy tagovoda szintű programok, illetve a csoportnak, az óvodai csoportoknak a programjai, hiszen több olyan programunk van, ami csoportszintű, óvoda szinten is nagyon sok őszi program is megszervezésre kerül, és intézmény szinten az őszi időszakot majd az Ovigála fogja zárni november végén. Az őszi időszakot november végén az Ovigála zárja, de a szokásos ünnepnapokhoz, jeles ünnepekhez kötődő rendezvényeket is megtartják minden óvodai csoportban. A vírusos májbetegek országos egyesülete szerint Magyarországon nagyjából 70 ezeren lehetnek úgy hepatitis C vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla. A szervezet ezért minden évben ingyenes szűrővizsgálatokat szervez. A hepatitis C fertőzés évekig, akár évtizedekig tünetmentes lehet. Azonban fokozatosan májkárosodást okozhat, a panaszok pedig javarész már előre haladottabb állapotban jelentkeznek. Emiatt a fertőzöttek nagy része nem is tud a betegségről.
A betegség ellen nem létezik védőoltás. Azonban gyógyszeres kezeléssel rövid idő alatt gyógyítható, közölte a vírusos májbetegek országos egyesületének képviselője a Karcag televízióval. A fertőzés elsősorban vérútján terjed. Ezért a veszélyeztetettek között lehetnek a nem megfelelő körülmények között testékszerbe helyeztetők, a tetováltatók, az akupunktúrás kezelést igénybe vevők, rizikót jelentenek a közös fogkefe használata fogindérzés esetén, a közös borotva használat, de akár pedikűrösnél, manikűrösnél vagy fogászaton is el lehet kapni. Egy hónapja kezdődött el az idei nevelési év, már is 4-5 gyerek hiányzik naponta csoportonként az óvodákból. Az iskolában is rengeteg a hiányzás, mert nagyon sokan megbetegednek. Jellemzően hasmenés, hányás, láz és nátha miatt vannak a házi orvosi rendelőkben. Itt a karcagi rendelőben már az orvost várják a szülők. Volt olyan gyerek a stábunk által megkérdezettek között, aki egy napot ment oviba, és már is folyni kezdett az orra. A lázzal, torokfájással és orrfolyással járó betegségeken könnyen átesnek a gyerekek. A megfelelő vitaminozással, táplálkozással megelőzhetőek a tömeges megbetegedések. Minden évben ez jellemző, hiszen a gyerekek többsége otthonról érkezik, illetve hát azért, akik bölcsödéből érkeznek, vagy hosszú nyár után otthonról újra bekerülnek a közösségbe, itt azért nagyobb a fertőzéseknek a veszély a gyerekek között a gyermekcsoportokban. A szeptemberi és októberi tömeges megbetegedés nem egyedi eset, ugyanis a gyermekek immunrendszerének védelme ilyenkor alakul ki. A szakember szerint a réteges öltözködéssel könnyen megelőzhetjük a betegségeket. Üdvözlöm Kovács Szilviát, Karcagváros alpolgármesterét. Milyen alkalomból gyűltünk ma itt össze a zeneiskolában? Az idősek világnapját ünnepeljük, ahogyan minden évben is tesszük, hiszen ez számunkra nagyon fontos ünnep, és úgy gondoljuk, hogy meg kell őket kicsit örvendeztetni műsorral, szép dalokkal, versekkel, hiszen a napjaikban ez egy örömfolt, és ez egy színfolt. Az időseknek tervezett tevékenységek, ugye az idősek klubjának a munkája is kiemelkedő helyet képvisel a városban, nagyon fontos a város számára is, és nyilván az ő életükben is. Pontosan nem mindegy, hogy ezek az idős emberek hogyan töltik a napjukat. Az idősek klubja minden programot úgy szerveznek, hogy az az ő boldogulásokra, illetve az ő örömükre szolgáljon, és én úgy gondolom, hogy nem csak megszínesítik a napjukat, hanem egészségesebbé is teszik őket, hiszen együtt vannak, együtt tudnak beszélgetni. Együtt töltik a szabad idejüket, és úgy gondolom, hogy ez a mindennapjaikban nagyon-nagyon fontos. Nem otthon ülnek egyedül, nem szomorkodnak, egészségesek, együtt vannak, sokszor még dalolnak is, nótáznak, együtt játszanak, és a szellemi frissességüket is úgy gondolom, hogy megteremtik, hiszen sokszor kártyáznak, vetélkedőket szerveznek, és mindenféle hasznos programmal gazdagítják az életüket. Tisztelt szépkorúak, minden évben megemlékezünk valamilyen formában az idősek napjáról, és én ezt úgy gondolom, hogy így is van rendjén, hiszen mindig azt szoktam mondani, hogy a fiatalokkal és az idősekkel kell súlyozottan foglalkozni, hiszen ők azok, akik elsősorban támogatásra szorulnak. Szeretetet mindenkitől kapunk, de a szeretet mellé bölcsességet, útmutatást, támogatást az idősebbektől kapunk, és ezért mi mindenképpen hálásak vagyunk, és köszönettel tartozunk önöknek, és úgy gondolom, hogy ez minden fiatalabb korosztálynak a kutya kötelessége, hogy megköszönje azt a törődést, odafigyelést, amit kapunk az idősebbektől. Hogy próbálunk mi odafigyelni? Hát elsősorban úgy, hogy kiváló olyan intézményvezetőket találunk azoknak az intézményeknek az élére, akik az idősebbekkel foglalkoznak, és ez itt is érvényes, úgyhogy elsőként az ő munkájukat is szeretném kiemelni és megköszönni, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy hogyan állnak lelkileg, mentálisan ehhez a dologhoz, és én úgy gondolom, hogy a hölgyek, akik itt mellettem állnak, tökéletesen végzik a munkájukat nagy-nagy odafigyeléssel, és azt kell, hogy mondjam, hogy az idősek otthonának a vezetése hasonlóképpen jó kezekben van. A város
egyébként is másban is odafigyel, hiszen pontosan azokat az intézményeket kiemelten kezeljük és próbáljuk támogatni, amelyek az idősebbekkel, a szépkorúakkal foglalkozik, akik a gondoskodást segítik és megvalósítják. És minden olyan dologgal, amivel egy picikét az önök életét szebbé tehetjük, az nekünk egy kiemelt öröm és boldogság. És bármilyen olyan kis apró dolog, ami a szürke hétköznapokat könnyebbé, jobbá teszi, és ez fejlesztésben megvalósul és megvalósulhat, az öröm természetesen számunkra. Én úgy gondolom, hogy így hálálhatjuk meg azt az odafigyelést és mindenféle csoda dolgot, amit önöktől kapunk, és ezt úgy gondolom, hogy a jövőben is így kell megtennünk. Ehhez természetesen az kell, hogy nekünk is legyen erőnk, kitartásunk, lehetőségünk, hogy ezt megvalósítsuk, de a lelkünkben ezt mindenképpen szeretnénk megtenni, és nem csak a lelkünkben, hanem tevőlegesen is, a későbbiek folyamán is. Tisztelt jelenlévők! Örülök, hogy ismételten itt lehetek önök között, és remélem, hogy a következő időszakban hasonlóképpen fogunk találkozni nem csak egy-egy ilyen ünnepi alkalommal, hanem más rendezvényeken, a hétköznapokban is. És csak azt kívánom, hogy a Teremtő jó egészséggel, erővel segítse önöket, és legyen olyan jó hangulat a mai napon is, és az elkövetkezendő időszakban is, amit már megszoktunk itt a napközi otthonban és ezen a rendezvényen. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni, mindenki szívből köszöntök, és a ebédhez pedig mindenkinek kívánok. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!